Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Rally Kari című műsorunk itt a Game Show Channelben. December 3-a van, vasárnap, az első olyan nap, amikor ti választhattok pályát. A kihívásban ugyanis minden egyes vasárnap, mivel arany, ezüst vagy bronz vasárnap nagy valószínűséggel egész decemberben, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt ünnepeljük azzal, hogy ti választhattok pályát. Éppen ezért én is választottam pályát azok számára, akik nem tudnak mondjuk dönteni, vagy éppen nem tudnak kamerával versenyezni, hiszen ugye mondjuk nincsen kamerájuk. Így ez alkalommal egy olyan pályát vettem elő, és ez nagyon fontos mindenki számára, akik esetleg mennek versenyezni, azok fontos, hogy, illetve akik rendelkeznek kamerával, azok viszont önmaguk választhatnak pályát, tehát nem kell a mostani versenypályát választaniuk, azaz a svédországi Knutstorpot, csak kinyögöm. Tehát ezen a pályán fogunk versenyezni, illetve ezen pályán fogunk teljesíteni egy kört, de azok, akik rendelkeznek kamerával és elküldték nekünk a videókat, azok más pályát is választhatnak. Nagyon fontos viszont, hogy itt most ennél a pályánál annyi az aprócska megkötés, hogy Forma 1-es vagy hasonló ilyen szériás kocsiknak a versenypályája kell lennie, nem rally pálya és nem utcai pálya. Tehát egy ilyen körpálya, ami ilyen kicsit ilyen Forma 1-es vagy VTCC-s jellegű, mindegy. A lényeg az, hogy körpálya kell, hogy legyen, nem utcai és nem rally. Na, vágjunk bele, tehát akkor Knutstorp svédországi kis pályáról van szó. Ez egy temporalitált valós versenypálya, és ezen a pályán teljesítjük tehát akkor a mostani versenyünket. Továbbra is Skoda kocsival vagyok, bárki más, bármelyik más, a módnak bármelyik más kocsiján részt vehet. Egy a kivétel, a rally kocsi, a Lada kocsit nem engedélyezzük a versenyben, és van olyan pálya, ahol ez a bizonyos rally kocsi, ez nem teljesen működik. Ismerkedjünk meg a pályával. Maga a pálya egyébként valamilyen szinten egyébként a nem a nagyon nehéz pályák közé tartozik, viszont azok, akik gyorsan szeretnének teljesíteni itt kört, azoknak van itt kihívás, pont ez az egyik kanyar. Az eleje ilyen kicsit ilyen kacskaringosra sikeredik, de ezután következik itt a második nehéz rész, itt elég nagy féktávot kell venni, amely után fölmennek itt a versenyzők a dombra, és itt egy 180 fokos visszafordító következik, amely szintén egy nehéz része ennek a pályának. Következik egy újabb 90 fok. Ez kicsit könnyű rally kocsival bevenni, és következik utána a második, illetve az újabb nehéz része ennek a pályának, ez a visszafordító kanyar. Ez azért nehéz ennek a pályának, ugyanis lemegy a pálya, és kanyarodik közben. Tehát nem szabad olyan gyorsan lemenni. Egy döntött kanyar a Knutstorpi pálya egyik jellegzetessége, és ezzel befejezzük a kört ezen a pályán. Na, lássuk akkor a versenyt! Nagyon kell vigyázni itt a rajtszél egyenesnek az első kanyarára, ugyanis féket kell venni, de nem ennél a kanyarnál, pontosabb a fékvétel, hanem ennél volt. Ami miatt a pálya, én azt gondolom, hogy nehéz, az még egyszer mondom, ennek a kanyarnak a része, és azt gondolom, hogy aki itt gyors időt szeretne futni, vagy tud gyors időt futni, azoknak itt mehet majd el a versenyük, már itt az előző kanyarnál, közben egy elég csúnya hiba részemről, ez valószínűleg egy 2 másodpercet jelenthet a végső időmben. 180 vissza. Rendben van. Itt figyelni fogjuk majd a versenyzőket a 180-nál, hogy rendbe veszik-e be. Ez nagyon távolra sikeredett, megint egy másodperc valószínűleg az időmből. Jaj, lehet, hogy nem így kellett volna bevenni. Jaj, soknak tűnik. Nem! A döntött kanyar előnyei. Na és akkor
már biztos a célbaérkezés. Nem egy hosszú pálya, mint látható 1:19.627. Szerintem a versenyzők, akik gyorsan mennek ezen a pályán, talán az 1 percen belüli idő sem elképzelhetetlen, de inkább ilyen 1 perc 5 másodperc környéki idő az, ami valószínűsítem, hogy teljesülni fog. Ez tehát a mai versenypálya, legalábbis amit mi választottunk. Ne felejtjétek el, hogy vasárnaponként a pályát ti magatok választhatjátok meg. Ez ennél a versenypályánál az a kikötés most, a most vasárnapinál, az az egyetlen kikötésünk van, hogy valós, de nem utcai, illetve nem rally kocsis pálya kell legyen. Nem is lehet rallycrossos vagy ilyesmi. Remélem nem ezen fog elbukni részetekről ez a kihívás. Várunk benneteket holnap is, méghozzá Franciaországba fogunk utazni, ez egy rallypálya lesz, ez az Elzach nevezetű rallypálya, aminek van egy érdekessége, méghozzá az, hogy nem képes az időt mérni, legalábbis nálam nem képes az időt mérni. Itt ezen a kihíváson azt fogjuk nézni, hogy ki az, aki teljesíti a pályát, vagy ki az, aki nem. Úgyhogy itt ennél a pályánál nem kell törekednetek arra, hogy jó időt fuss, illetve hogy gyors időt fussatok, hanem arra, hogy végig menjetek a pályán. És bevallom őszintén, elég hosszú a pálya, és a végét nem is ismerem, úgyhogy én valószínűleg inkább a biztosra fogok menni. Így ezért a következő adás egy kicsit hosszabb lesz. Addig viszont van 24 órátok, hogy teljesítsétek a harmadik nap kihívását. Aki nem rendelkezik kamerával, azokat pedig várjuk a szerveren ma este. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, Danuka voltam!